lázom, fázni picit mondom. Várj egy kicsit, várjál. Sok nincs a tudom. Gyerünk, vágj geci, töltsél már befele. Már felszem, cigi. Ha nem érdekelsz. Esik a hó. Szarik a ló. Esett a hó majdnem. Esik a hó, értem. Várjál, itt nem vagyok képben, várjál, szedem a gondolatokat. Várjál, hallod, lehet most szóval az ízé. Beteg vagyok, mint állat. Aztán... Jogulást, akkor egyrészt. Ja. A igazság szerint azért is hívtalak. A Stark, nehogy azt mondtad. Töröltem a TSTS mistékben, ne is töröltem a másik TSTS címen az izét. Tegnap este volt egy ilyen értekezlet, megbeszélés, és Tarkun, hát hogy mondjam, igencsak érvelt melletted, és... Pedig nem. Hát mindegy, a lényeg, hogy arra jutottak a vezetőség, hogy feloldották a tiltásodat, úgyhogy jöhet vissza a TS-re, úgyhogy majd Starkunnal akkor ezt köszön meg neki. Jó, de még egy... És elmondta, hogy mit érvelt? Hát ez zárkörű volt, úgyhogy... Imádja a betyárkörtét, mondja meg. Mi történt, hogy mellette jön, mert hiszen alapvetően Starkunt az nem kedvetes se. Hát figyelj! Hogy jött ki ez a beszélgetés, mert én fel se kerestelek, pedig csak annyit mondtam, hogy gyertek, hogy felkerestek, hogy most, mert te vagy az én ügyben az intéző, úgyhogy én nem is fel hívtam a fogyizó, hogy beszélgessél cívvel. Úgyhogy nem, senki nem adott el semmit, csak annyit tudtam, hogy mondta a Jack, hogy amikor beszélgettem a hétvégén, hogy fent volt velem is Skype-on, meg fent volt veletek is TS-en, aztán te akkor nem volt el fent, és akkor többet kérdezték, hogy miért nem vagyok ott fenn náluk. És? És akkor mondtam azt, hogy kész utra mondta, hogy akkor próbálgassak belépni a TS-re, kész, aztán kész, úgyhogy ennyi. Hát én innentől fogva semmit nem csináltam, mert igazából a Skype-on folyamatosan a Jettával, aztán a Jettával beszélgettünk, és akkor a képernyő megosztásra mutattam, hogy játszott egy játéknak kész. Nem, most a nem, mondom, én utána én nem voltam benne a megbeszélésben, mert kurva szarú voltam. Így, ugye amit én megtudtam, az annyi volt, hogy ugye átnézték a banoltak listáját, és ugye nézegették, hogy ugye kik vannak, vagy hogyan, és ugye bekövetkeztél, és ugye kerültél akkor így a képbe, úgyhogy így Stark elég jól érvelt, mint utólag hallottam. Mondta, ki mesélte, Jack? Mit? Hogy érvelt? De várjál, Jack, hogy lehetett volna, amikor ez tulajdonosi, meg admin megbeszélés volt, tehát... Jó, de kitől tudtad meg? Öcsém, nem hallod. Én kitől tudtam meg, hogy feloldották, vagy most nem értem. Hát ez az érve is meg mindent, így igaz. Ó, öcsém. Hát kitől, hát beszélgettem Elijah-val is, Cigivel is. Ja, ugye te lemaradtál, de ugye én moderátor lettem a csoportba. A TS moderátorra választottuk. Igen. Na. Meglepő fordulat, ez tényleg. Nem, miért tegnap... Mindjárt kiagyáljon, kiadtad, hogy ki van nolva. Egyik unokat testvérem itt volt. Méghozzá az amikor igen szívesen szeretek beszélgetni, és akkor elhozta személyesen ezáltal azért is az ő esküvőre való meghívó papírt. Mely volt minket, de aztán az a baj, hogy most az esküvő is basszus legalább ilyen jó, lényeg az, hogy ilyen éjszakai szállás az 8-9 ezer forint per fő, és akkor ráadásul 20 még épp a reggeli, másnapi esküvő nap után a reggeli kaja, az meg az a fejenként, az meg még ezért nettes, az meg 11 ezer forint. Wow! Az még szorozzuk be ezért három fővel, tudod, a 20 ezer forint az szinte, az 60 ezer forint, plusz még nem számolunk benne azt, hogy egyszerűen még
hogy még tudod, még az a NASA ajándék is, meg a másik is összeg. Hát itt én nem töröltem a TS-t, na visszatérve, ennyi volt nagyjából, én nem töröltem a TS-t pedig, mi teljes mértékben. Mondd neki akkor, hogy izé, majd szólsz, hogy vissza legyen rakva a banya. Hát jó, figyelj, Nem izértem ezen, nem volt egy nagy, nem szívügyeztem ezen, figyelj, nem lehet kicsi-kicsi küzdöttem. Nem, egy hónapig sírt, bazd. Te kid voltam vele akkor. Jó, van, megközelöm Starkonnak, mi meg az én. Akkor most te egybe segítesz, az izének is kaptál saját szobát? Igen, úgyhogy nekem is van saját szobám, úgyhogy... Na, mi történt, hogy ezzel, hogy felvettek Budát? Azt mondták, hogy csak akkor vesznek fel ilyen Budát, vagy minden, hogyha megjelent a új TS-et, vagy valami hasonló. Nem tudom. Én annyit tudok, hogy egyszer csak lejött Cigi, beszélgettünk, és mondta, hogy te figyelj, gyere már, beszélgessünk. Felrántott magához a szobába, folyt rólam a víz mindenhonnan. Mondom, nekem itt lesz végem veled együtt. Na mondom, kész. Kivel velem együtt? Velem? Hát ugye, mert téged kibanolt, és ugye rá egy órára, ugye fölrántott magához. Na mondom, baszki, most én jövök. Ennyi volt TS pályafutásom, aztán ennyi. Mert nem tudjátok semmit. Jó, de hát ismered nála, ez nem történet. A tulajdonos aztán azt rak ki, akit nem akar. Mégis elrántott is magához néha izéket az egyes társa is, hogy csak azért, hogy kicikízzék őt, meg kicikízzék azt az illetőt, azért rántják az embert oda, hogy ilyeneket is csináltak meg. Nem, most ketten voltunk, tehát ezért... Kigunyolják, úgyhogy ez mutat, hogy na mindegy. Jó van, hát mondom, figyelj. Azért, hogy te is előléptél ennyit. A lényeg az, hogy ugye ketten voltunk, tehát ez volt a furcsa, nem? Hárman, négyen, vagy akár még ketten. Ugye mondja, hogy hát, ugye itt el vagyok, meg minden, és akkor... Szopásért kapsz egy a moderátort. Várj, ezt te se jársz fel sűrűt, de tényleg, csak most szerencséd van az, hogy sűrű feljáradsz, mert most éppen a lábadozol. De mi lesz, hogyha újra neki elsz, hogy két közül munkát végezni, akkor nem vagy, nem lesz annyit fönt. De mindegy, az is meg lett beszélve, tehát itt nem az a lényeg, hanem az a lényeg, hogy ugye amikor aktív vagyok, hogy akkor ugye végezem a munkámat, mert ugye mindenki tudja, hogy akik itt vannak, hogy ők rendes, munkás, dolgos emberek, hogy akik elmennek reggel a munkába, vagy valamikor hazajönnek, és ugye fölmennek a TS-re, és ugye a lényeg az, hogy mindig legyen itt egy ember, akit ugye az ismeretlen nép, ugye akik alattunk vannak, azok ugye, ha bármi problémájuk vannak, akkor ugye el tudják kérni. Tehát itt ez a lényeg, ha én följövök napi 2-3 órára, az bőven dosztig elég, és annak valaki érdeklődik. Tehát ennyi. Úgyhogy én ezt tudom ezt a dolgot teljesíteni, tehát hogy innentől kezdve ugye ezzel nincsen... Persze, mert észrevette rajtad az, hogy egyszerűen, hogy ez egy teljes mértékben oda vagy az ilyen jogi procedúra szarok, procedúrókét, meg minden stb. Kened vágod, meg minden stb. Aztán gondolta, hogy ha itt kened vágod, akkor mit is be is tudod tartani. Hát ennyi, úgyhogy azért mondom, hogy és akkor így felajánlották ezt a lehetőséget, én megragadtam, aztán ennyi, úgyhogy... Tudod mit? És akkor magátjogot tudsz ide adni, és szobát is adni, nem? Cigi, tényleg megragadta az entet? Mit? Az, akkor ezentől, tényleg megragadta akkor, az entet? Ez most egy pozitív, mert akkor lényeg az, hogy mindig tudod... Nem figyeltem. Ő megragadta az a lényeg. És akkor lehet, hogy azért is adták, hogy legalább hozott el még egy pozitív is, amit nem gondoltak, hogy én ugyanakkor hajtod, akkor legalább nem őket szaklottam én őket, meg ilyen hülyeségekkel, nem ettem veled úgyis ízéltetok. Nem, ember ezek csávon kilegnek a fogai szerintem. Ezt kéne segíteni ennyi, és akkor nem őket kérdezik. Mondtam, hogy nem zavarják egyébként a szétszözben nagyon. Pici szempusz a fiú. Jó, úgyhogy azért mondom, hogy elméletileg holnap 18 óráig, ugye, hogyha jelentkezel Starkunnál, ugye akkor föl lesz oldva arra az időszakra a tiltásod. Ha nem jelentkezel és ő nem szól, akkor ugye visszarakják a tiltásodat. Tehát ugye ezt tudnod kell még. És hogy tudok jelentkezni, várjál nála?
Kezdjük ott. Hát úgy, hogy ugye föl lesz oldva a tiltásod, ugye visszarakod a TS programot, és ugye ráírsz, hogy... És bejelentkezel. Beleved az a faszot. Tehát ugye fölépsz a TS-re, és ugye akkor ráírsz, hogy... Hát igen, ugyanúgy a beírod a TS-nek az elérhetőségét, ugyanúgy, mint ahogy följöttél hozzánk, meg úgy nekem tudtál írni. Annyi az egész, hogy ugye Starkhorn-ra ráírsz, hogy szia, Frost vagyok, jöttem bejelentkezni, és akkor ennyi. És rendesen úgy adották fel, hogy én már mondjuk például beírom az a TS3GameRepublic.hu, mondom connect, és akkor egyből felenged. Írjak le? Hát, mi másképp hogy tudsz ráírni? Hát másképp nem, nem tudom, mert azt hittem, hogy elgondolt egy honlapon. Nem. Hát szépen a TS-en keresztül fölépsz a programon, és akkor... Pedig már direkt ki is töröltem az izéket, és a Game Republic-hoz tartozom minden könyvtárat is kitöröltem, és azt mondom, hogy is voltam. Sinusítja el, szóval. Mindegy. Jó van, mindjárt jelentkezik akkor, mert TS-et is kitöröltek a könyvbe, hallod? A telepítő a szüntől a gépen, csak az izét töröltem, hogy a TS teljes mértékben, de jó van. Ott felek. Jó, látom, hogy hiányoztam a izének is, a társaságnak is, mondj. Nem az izének, hanem a tudatolós tépcső meg éneket, mert kérdezték, hogy én nem vagyok. Kérdezték én. Te mi volt ennek a neve? Pedig én egy törvétöröltem le. Hallod? Azt mondd már, hogy... Hallod, mondd már neki, hogy várjál. Mi volt a neve? Mi volt a neve? Valami? Várjál, IP szokta. Nem prost. Aztán amikor egyszer rájöttem a fiára, amikor azt írta, hogy pápán vannak, mondom, akkor jó, akkor viszed magad a keresztet, és akartam poénkodni, erre mondja, hogy figyelj gyerek, gyógyulj gyerek, meg mit tudom, hogy csinálás, és apám is rövődött, nem. Piróka, azt így. Piróka, elvett, piróka, 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 akkor lecseszte azért, amikor alpári hangon kezdett el velem beszélgetni, amikor a League of Legends-ről kérdettem rá, hogy akkor sem válaszolunk ki vissza. Akkor a rövőre, és akkor inkább a Gerérrel is ezért is töröltem, inkább a ismerősök közül. És ezért csodálkoztam, hogy na mindegy, érdekes, fura. Jó van, egyébként ez igazából nem is hívtál volna, csak emiatt hívtál főként, igaz? Hát igen, főként ettől ezért, hogy ugye meghallottam, mondom, akkor közlöm a jó hírt veled. Hát eddig mindig én voltam, aki hívtam másokat. Ebben gondoltam, közlök veled egy jó hírt, hogy... Gondoltam, ez jó hír, mert legalább téged tudok folyamatosan izégetni, mert talán megszoktál engem, és izégetni. Moderátorként is legalább jó, tudod téged izékérni dolgokra, hogyha fönt átlak, és akkor nem másokat izékérjek. Téged meg tudlak várni, és akkor izé... Úgy csalogsz folyamatosan a moderátor szobádon, mert igazából főként a... Úgyis a izé... többiekkel logsz együtt. Hat test szobába. Ja. Mindig a izét akarom mondani, a izét a komputer szobát, mert az ott a régi név. Jó van, akkor jelentkezek én már, na jó, mindjárt. Jó, mondom, akkor Starknál jelentkez. Jó. És akkor... Hát, hogyha fönt látom. Hát elméletileg fönt van, csak le van némítva. Jó, úgyhogy... Jó van. Egyben annyit írok neki, hogy szólt az Enter, nagyon köszönök szépen mindent, és akkor megírom azt is neki, nem tetted, íratom neki, azt várjál, csak elkövetél, hogy mivel, hogy hallottam, hogy az Enter moderátor lett, így ennyi, legalább így, mivel ő elfogadja a stílusomat, meg minden így legalább, ő fogom megkérni dolgokban, logók, meg ilyenekben, hogyha netán valami van, és akkor így... Jó, de 30 napig... Szerintem íratok ilyet? Nyugodtan, de 30 napig, ugye én is felügyelet alatt állok, engem meg Elijah fog felügyelni veled kapcsolatban. Tehát, ha van valami olyan jellegű dolog, akkor azt ugye... Kérdődik. Mi?
Akkor miért? Akkor elveszem moderátorságot, vagy inkább, vagy téged? Nem. De elveszem a moderátor. Nekem megmarad a moderátori jogom, mert ugye azt majd Cigi fogja intézni. Hanem annyi a dolog, hogyha valami olyasmi van, akkor ugye azt nekem meg kell beszélnem Elijah-val, hogyha mondjuk olyan kérésed van, és ugye ő lesz az ámen. Tehát ő fogja mondani, hogy igen vagy nem. Ez az Elijah? Most koordinátor, tehát ők az adminok, meg a moderátorok fölött van. Nem, hogy hívják? Várj, hogy betűzöd? Eli, bazeg. Elemér, Lajos, Ilona, János, Aladár és Hülye. Elia, tudom. De az is lenni jutott már egyszer letított a TS-en, hogy meg már ne halljon. Jaj. Az érdekes. Jó, de ő van fölöttem, tehát ugye ővel kell megbeszélnem a dolgokat. Ha mondjuk, most mondok egy példát, akarsz négy szobát csinálni, vagy csak mondtam egy egyszerű példát, ami most az eszembe jutott. Akkor ugye vele kell megbeszélnem, ugye kettő jár alapból, de ha mondjuk a más nevet akarsz adni, vagy változtatni akarsz nevet, ugye az eredetihez képest, akkor ugye a másikoknál meg lesz csinálva hamar, de ugye nálad egy ilyen 30 napos, hogy hívják lesz, ugye aztán velem kell, illetve én vele fogom majd megbeszélni. Hova idő, mire? Hát, mire? Újonc moderátor vagy, mondd meg neki. Hát, mi vagyok én, rabba, azt most aki most szabadult, és csak... Én vagyok az újonc, te, nem te. Hát az majdnem úgy jött ki, mint a hiszi. Felügyelni kéne engem. Felügyelet alatt vagy. Hát én felügyelem. Én nem is kérnék én szobát kezdjük, hogy minden tudanak. Megmondok, értek azt jó napot, minek kérjek. Én már nem intézek sehová, és én nagyon tudod a lényegfegényes akkumat is megtettem már. Átruháztam, odaadtam a saját e-mail címre, átruháztam a beállítások részére. Öcsém! Nem is jövő, hogy lenyeli a nyár. Én már elegem van az, hogy mindenkinek intézgetek dolgokat, aztán körülbelül semmi sincs. Ez unalmas. Jó. Hát, hogy folyamatosan én intéztem, akár voltam, akár klán csináltam, bármelyik játékban, én intéztem a TS, aztán basztak fölmennek. Most ez egy teljesen fölösleges, szobát kérjek folyamatosan, kész. Ott van a tiétek, az legalább a... Így van, Ante. Megbeszéltük szerintem. Rajta se fogja kúrni a szádat. Jó. Na, úgyhogy... Holnap megyek el az ide, így is az optikushoz, megnézettem újra az optikáshoz, hogy mi a túl van, mert még mondom, hogy sok kőgésztő van, ami miatt egyszerűen az állkapocsizületem, az biztos, hogy húzza azért a... Nem csak az állkapcsomot, hanem a szemizmomot is húzza, hogy oldalt irányba, és azt vízza, hogy olyan, hogy ki akar mást. Hallod, az állkapcsizma húzza a szemét oldalra. Vagy lehet, hogy domott a szemem, ki tudja, de vagy a szemeget, nem alapvetően izé, mert használok ilyen szemizé, sprét rá, a szemek tisztító, izé, a többi, de nem ilyen, amit azt gondolom a vízön eztetből lehet venni, és akkor azért csak kíváncsi vagyok, hogy nem maradni lehet, tudod a rétegeket, mert tud egyes ilyen izé képesekre. Jó tudni, ember, hallod? Én látok így, hogy az állkapcsizom, mozgatja a szemből. Sokas mindent elnőttetek, és akkor már így is már ebben a 14-én volt. Megyek a szemorvoshoz, és csak utána is úgyis ott is megnézettem, hogy hogy család ez a szürke elgom, meg minden, stb. Meg hogy van. Mert alapvetően 3 hónaponként kéne jelni kontroll, de annyit mondott, hogy hogyha gondolom baj van, csak akkor jöjjön, kész. Más szemorvosnál meg nyugodtan lehetne menni, de mindegy. Készkedem a dolgot a szemügyében, mert... Hát, hogyha folyamatosan ez lenne a gond, hogy fáj a szem, vagy a szem, meg minden, akkor 15 perc után elkezd fájni, akkor hogy a túróba tudnék izégetni, nekene dolgozni is. Úgyhogy az urat most végig kell. Én is járjam ezt. Tehát érdekembe. Kevesebbet kell beszélni, hogy ne fájjon a szem. Na, jó van, viszont jelentkezz akkor a Starkunnel. Jó? És jó, akkor... Jó, megyek előtte még idére. Ezért én is már egy helységre, na, várjál. Jó, na, én meg megyek, mert vacsorázok, gyógyszert szedek, aztán... Ja,
tájnak veszettem a refluxen egy gyógyszer, mert én is kaptam tanácsot, hogy ízzel, hogy 6-kor szedjen be, aztán 7 órától meg ízzel, ezt ne igyak semmifelé ilyen cselsor, hogy rogoz fel egy ilyen teát, meg innen, mert akkor szétrombolja ízét a hatóanyagát a ízének. Mondtam, fasza. A szemgolyóban. Jó van, úgyhogy biztos, hogy egyben nem fog nekem félrendkezni ez a hatás, de majd szép lassan külakul, és na mindegy. Jó van, nem tartalak föl. Úgyhogy én is gyógyszeres vagyok, na. Magyarul. Oké, na. Sziasztok. Ali.